Nagyon móka volt. Oké. Okay. Merci beaucoup. Te gusztáló. Visszatérünk a civilizációba, és ott bizony maszkot kell viselni. Mindenhol. Viszont mindjárt jövök, mert mielőtt tovább megyünk, ki kell vennem egy kis készpénzt, mert az elmúlt 24 óra az elég alaposan leapasztotta a készleteinket. Igen, mert a számokról is beszélünk, szóval a bagi az 200 euró volt egy napra, egy olyan sátornak a bérlése az 95 euró egy éjszakára, és hát ugyan visszaadtuk a lakóautót, de a tulajdonos az megtartotta a 700 eurós kauciót, és hát akkor még azt gondoltam, hogy okkal, és most néhány felvételt visszanézve nagyon úgy tűnik, hogy harcok várhatók ez ügyben, szóval, hogy minden esetre leapadtak a készpénz forrásaink, úgyhogy ki kell vennünk pénzt. És akkor két jó tanács, szóval, hogyha pénzt vesztek ki külföldön, akkor semmiképpen se fogadjátok el azt az átváltási árfolyamot, amit az automata magától ajánl fel, mert most például 1000 euró az olyan 365 ezer forint, viszont ha hagynánk az automatának, hogy ő váltsa el ezt az összeget, akkor nem 365 ezeret fizetnénk érte, hanem ilyen 420-430 ezer forintot. Ekkora különbségek vannak. A másik tanács, hogy inkább használjatok körvöt, ami még jobb. Igen, a mai adás a Körv segítségével jöhetett létre, amiről meséltem nektek már körülbelül másfél évvel ezelőtt, és amit úgy lehetne összefoglalni, hogy egy kártya mind felett. Az előnye, hogy a Körv abban beregisztrálod a bankkártyáidat, és onnantól kezdve nem kell 2, 4, 8, 30 bankkártyát magaddal cipelned, csak ezt az egyet, és aztán egy abból kiválasztanod, hogy melyiket akarod éppen használni a fizetéshez. Mármint, hogy a Körv kártya mögött álló kártyák közül. Csak kiválasztod, és amint bedugod az egy kártyát mind fölött az automatába, egy másodperccel később már azzal a kártyával fizet. De a legjobb, amiért én otthon is imádom a Körvöt használni, az, hogy ez kompatibilis az Apple Pay-jel, ami azt jelenti, hogy akkor is tudsz az óráddal és a telefonoddal fizetni, hogyha a saját bankod ezt esetleg nem tenné lehetővé, mert a Körvön keresztül el tudod érni ezt a számládat is. És egyébként ugyanez a helyzet a Google Pay-jel, meg a Samsung Pay-jel. Bónuszként kiválaszthatsz egy céget, mondjuk az Apple-t, az Amazon-t, vagy az IKEA-t, vagy bármi mást, ahol a vásárlások árából 1%-ot azonnal jóvá írnak a számládon, és hogy ez a kedvezmény, ez azon a kedvezményen felül értendő, amit a bankod amúgy is kifizetne a vásárlások után. Dupla bónusz. És ami a mi szempontunkból is egy megvalósult álom, az, hogy külföldön is díjmentesen tudsz egy bizonyos értékhatárig levenni pénzt az ATM-ekből, és az átváltási árfolyam is nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon kedvező. És aki most rendeli meg a Körvöt, a videó alatti linkre kattintva, az nem csak segíti a csatornát az ilyen videók elkészítésében, hanem annak automatikusan jóváírnak az első tranzakció után 5 fontot, azaz kb. 2100 forintot a számláján. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha pont 2100 forintért vásárolsz valamit, akkor az ingyen lesz. Link a videó alatt, mi pedig menjünk tovább! És meg kell találnunk Vivit a Viaszéltől, aki ennek a projektnek az előkészítésében is tök sokat segített. Ott van Vivi! Disculpe! Hola! Hello, hello! Jöhetünk? Aha, persze! It's all so full. A világ egyik legszeresebb része ez állítólag, és éppen ezért célerőművet telepíteni ide, az sem olyan rossz ötlet. Hola! Na szóval meg is érkeztünk ide az ITC-be, ami körülbelül 25 évvel ezelőtt kezdte meg a munkát. Valamivel több mint 100 munkatársal, és hát én nem tudom, általában hozzászoktam ahhoz, hogyha egy ilyen tudományos labor az elkezd foglalkozni valamivel, az jellemzően nagyon egy tematikára épül rá, de itt aztán foglalkoznak mindennel, szóval a biotechnológiával, a vízzel, a megújuló energiával, sőt, mutatom, hogy miket is csinálnak, például ilyen nagyon durva protéziseket az emberi testbe, ami így is durván néz ki, viszont amikor be van építve egy arcba, akkor még durvább. És a napot most itt fogjuk tölteni, és meg fogunk ismerni néhány olyan technológiát, ami szerintem elképesztően érdekes, és elképesztően a jövőbe mutató. Rögtön például egy olyan energetikai projektet, ami egy másik szigeten van, és arra a szigetre nem fogunk ellátogatni, viszont egy terepasztalon tökéletesen meg tudjuk nézni, hogy... Szóval El Hierón például úgy sikerült megoldani az energiatermelést, hogy nyilvánvalóan van egy csomó szélerőmű, és mindenfelé vannak naperőművek is. A probléma nyilvánvalóan ismert, hogy amikor van szél,
meg van nap, akkor minden jó, de mondjuk egy olyan este, amikor a szél is eláll, akkor hirtelen nincsen energia, és meg kellett valahogy oldani az energiatárolás, hiszen egy kis szigetről beszélünk, és az nem tud csak úgy rácsatlakozni egy országos hálózatra, de itt megoldották. Mi pedig úgy, hogy fogtak egy régi vulkánt, annak kibélelték az alját, hogy vízálló legyen, és nappal, amikor túl sok energia van, akkor innen fogják a vizet, és felpumpálják a hegy tetejére, aztán este meg, amikor szükség van áramra, és mondjuk hát a naperőművek eleve nem működnek, de esetleg a szélerőművek sem, akkor átengedik ezt a vizet a turbinákon, az pedig energiát termel. És az egész rendszer állítólag meglepően hatékony, ez azt jelenti, hogy ilyen 70-80%-a a felpumpált energiának az visszatér, amikor leeresztik. Fogunk beszélni, ami azért is baromi érdekes téma, mert hogy ugye az ivóvízkészletek azok talán fogyóban vannak, meg vannak ilyen szigetek, ahol évente több millió turista, 15 millió turista, vagy mennyi van itt évente, meg van 2 millió helyi lakos, és gyakorlatilag alig van természetes víz, szóval meg kell oldani valahogy a vízellátást. Na most itt azon dolgoznak, hogy ezt a lehető legolcsóbban lehessen a legnagyobb kör számára elérhetővé tenni. És hogyha azt gondoljuk, hogy tengervízből valamilyen iható vizet csinálni az egy rettenetesen drága dolog, akkor tökre igazunk van, amennyiben 1970-ben élünk, de most már nem így van, és most elmondják nekünk, hogy hogyan oldják meg ezt modern technológiákkal. És napelemmel, napenergiával, meg hasonlókkal. We have a large experience in the exploitation of desalination plants. In 1964, the first desalination plant in Europe was installed in Lanzarote, in the island of Lanzarote. As you can see here, we have an ideal platform for testing different combinations of desalination technologies with renewable energy sources. Here we have a patent called DESOL, standing for solar desalination. It's a reverse osmosis system. This is the most widespread technology around the world. And as you can see, this is fit inside a 20-foot container. That means that you can go with this system anywhere in the world. You only need seawater intake. For example, the first system we installed that's still running in Tunisia was a brackish water desalination system for about 300 inhabitants. Szóval ez a doboz itt mögöttem azért baromi izgalmas, mert az ember egyszer megveszi 40 ezer euróért, aztán kiviszi mondjuk a sivatagba, ahol van mégiscsak valami forrás, ezt úgy hívjuk, hogy oázis, vagy kiviszi a tengerpartra, ahol van ugye óceán, sós víz, bekapcsolja a berendezést, és onnantól kezdve 300 embernek van ivóvize folyamatosan. És a legöregebb ebből az eszközből, az Marokkóban üzemel most már 16 éve, szóval annyit egészen biztosan kibír, de akár sokkal többet is, és azon a vízen kívül tényleg nincsen semmire se szüksége, hiszen a napelemekkel ellátja magát energiával, és vannak benne akkumulátorok is, hogy este is legyen ivóvízünk akkor, amikor nem süt a nap, és azzal ilyen 5-6-7-8 órán keresztül még működőképes marad. Szóval, hogy ilyen évtizedes távlatban mérve az a helyzet, hogy az ivóvíz készítése akár a sós vízből, akár a szennyezett vízből, az még mindig egy mérhető költség, de már egyáltalán nem drasztikus. És ez őrületes, és az ilyen fejlesztéseknek, meg tudományos kutatásoknak köszönhetően jutottunk el 2021-re odáig, hogy ez már megoldható, ez nem a távoli jövő, hanem ez nagyon is a realitásnak a része. Végeztem egy kalkulációt. 40 ezer euró ez a cucc, 300 embernek ad vizet, legalább 20 évig, akkor fejenként naponta 2 eurocentbe kerül a víz előállítás, hogyha a 20. évben bekrepál a cucc. Ami 6 forint. Az jó! Szóval, hogy az megdöbbentően kevés, nem? Tehát az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen hihetetlen költség, és itt beszélünk 6 forint per fő per napról. Nem is literről per liter, hanem egy ember egész napos vízigényét, jó, most nem ahhoz, hogy zuhanyozzon meg egy kádvizet felengedjen a sivatagban, hanem hogy legyen ivóvize. Ez 6 forintból megoldja naponta. Ez jó. Figyelj, te tudsz. Várjál. Most figyelj, várj egy kicsit, ne nézz hátra gyorsan, de ezt végigmézték a fejesek mögötted. És csodálkoznak, hogy milyen fantasztikus vagyok? Figyelj, de mi arcok. Most? Ki? Aha, ők is szeretnék? Megmutassam nekik, hogy ezt nézd? Hát figyelj, az a csodálkozó arc, amit ők tudnak. De hogy ezt ők nem tudják, hogy ezt hogy kell, igaz? Olyan, mintha csak a filmet vakarnám, és közben magát mozogna a szemüvegem. Ezt
épületet 1997-ben húzták fel, vagyis ezt az épület együttest egy diáknak a mesterterve alapján, és annyira futurisztikusan nézett ki, hogy konkrétan a NASA meglátta a műholdakon keresztül, és ide szólt a Kanári-szigetekre, hogy srácok, látjuk, hogy valamiben mesterkedtek, mi az, és mi most bemegyünk és megnézzük, hogy mi az, de semmilyen tudományos ufós izé, vagyis hogy tudományos, nem ufós. This technology is electrodialysis. It's intended to desalinate not salt water or seawater, but brackish water. This very old technology is vapor compression. It's used of, it was used, for instance, in ships. So it uses thermal energy, lots of thermal energy. So it's not the most efficient process. So there are lots of desalination technologies, but now the trend is reverse osmosis. Na hát ezt nem láthatta a NASA. Majd hívjanak fel a srácok, és elmondjuk, hogy miről maradtak le. Például egy tök jó kilátásról. Az óceánra. In order to stay afloat, I keep in mind the words you wrote. Nem beszélünk arról, hogy most átjöttünk egy következő helyszínre, és megnézzük, hogy a biotechnológiában milyen őrületes fejlesztések zajlanak itt. Egyébként nem vagyunk messze attól a helytől, ahol az előbb voltunk, tehát látszik az, hogy egy telephelyen vagyunk, csak nagyon sok mindennel foglalkoznak, ott van az a az ufós izé, ami a NASA-nak feltűnt, és onnan jöttünk át ide. Ide. Ne engem vegyél. Na jó, mégis vegyél engem. Na. Na. Itt algák készülnek körülöttünk, és elvileg az algákkal fogjuk megmenteni a jövő generációit. Nagyon finom algák, nem egy csomó mindenféle szuper pelyet lehet belőle csinálni, és itt kotyvasztják ezeket az alapanyagokat, amikből majd a hölgy elmondja, hogy mi tud készülni. As you can see, the bottoms, they have a green color, and that's because we are cultivating microalgae. When they are ready, they turn into a dark green color, like for example here, and this means that they are ready to be taken outside into a bigger reactor. There are several applications for microalgae. They can be used to treat wastewaters. They can remove the nutrients and heavy metals from the water. They can also be used to capture CO2. They can also be used for feed in aquaculture, also for cattle. And they also have some very interesting applications for the pharmacological industry. They have antioxidant, antibacterial properties, anti-diabetic. They can be used to create biomass, to produce energy. És tudod, mi a durva? Az a durva, hogy vannak ezek az amerikai tudományos filmek, ahol minden bugyog a háttérben, meg vannak ezek a kéncsövek, meg egyebek. És akkor, hogy az, tudod, hát ez ilyen filmes kellék, de hogy ez tényleg úgy néz ki, mint hogy egy filmhelyszínnél lennék, és minden bugyog, és mindenhonnan mennek a csövek, ugye? Tehát a filmesek kitalálták, milyenek legyenek a tudósok, és azok olyanok a tudósok, de ez tényleg valami jól néz ki. Now I can't set aside, I can't just be and let me. Azon, hogy egy csomó dolog fantasztikus és meglepő, ide leginkább a hőcipője. Annak ellenére, hogy a erős mezőnyben győzött, de győzött. This is the perfect climate for growing microalgae outdoors. You can do this indoors, but with lots of energy use. Here you have the sun and you have the temperature, so it's the best place to cultivate microalgae. Hallod? Hogy most jöttem rá, hogy miért kultiválják annyira az algát. Még jó, hogy nem rekultiválják. Rekultiválják. Azért kultiválják annyira, mert hogy ez a legfenntarthatóbb kaja, amiről életemben hallottam, hiszen azon kívül, hogy adsz neki egy icipici tápanyagot, igen, tulajdonképpen napenergia kell neki, ami ugye tulajdonképpen ingyen rendelkezésre áll, igen, és széndioxid. Ja, és ez köti a széndioxid. És ez meg tök jó, igen. Tehát, hogy abból tudunk adni bármi. Ja, igen, abból van, bőven. Tehát, hogy nem sajnáljuk tőle a széndioxidot. És hogy egy csomó mindent lehet belőle csinálni, szóval a kaját is nyilván nem annyira jó, mint egy májas hurka, igen, de hogy alapvetően tökéletesen fenntartható, sőt, nem egyszerűen fenntartható, hanem még segít is a világon, hiszen kivonja a levegőből a széndioxidot. Hát ez majd a marsi srácoknak jó lesz, nem? Hát tartok tőle, hogy nem csak nekik.
Mindegy, legyen finom, legyen kolbászízű belőle, aztán nekem oké. Okay. Piros aranyjal bármi jó. Így van. Alga pornó. Szó szerint itt szaporítják őket tovább. Tehát érted? Tehát ez most lesz pornó, hogy elkezdjük forgatni róla. You will be harvesting the algis. That's one of the machines used to harvest the algis. We are separate the biomass, the cell, from the water. How do you do that? We have a vibrating filter. Nagyon tetszik nekem, hogy itt kis betekintést látunk a jövőbe, és hogy alapvetően ugye olyan problémákra találnak itt megoldást, amikről azt gondoljuk, hogy nincs megoldás, hogy hogyan fogunk etetni 10 milliárd ember, hogyan lesz energiánk, hogyan lesz tiszta vízünk, hogyan vesszük ki a széndioxidot a levegőből, és hogy itt tulajdonképpen ilyen egy négyzetkilométeren megoldás van mindenre. Mennyire tetszik egy 10-es skálán? Hát nekem igazából a zöld színe tetszik. Ennyi? Hát ugye nagyon jó a zöld szín, és az én 9-es egy 10-es skálán. A zöld. A szín. Ja, jó. Hát nem lehet fogom ezeket megbeszélni innentől kezdve. This area is devoted to solar thermal systems, so making use of solar energy to produce heat. These conventional collectors, they produce heat with, now they are producing heat at 80 degrees for instance. There are other systems that can produce heat at higher temperatures, like this one. This is a kind of medium temperature solar thermal system. It's based on Fresnel lenses that concentrate the sun, so they are tracking the sun and they concentrate the sunlight into one tube in order to produce heat at 350 or 400 degrees. So this heat can be used for industrial purposes. So this will be the next step in the future in places when there is sun and there is a lot of need for hot water or heat, like for instance in laundry, so you don't even need electricity for that. So this is the cheapest option to heat water. Here what we have designed is a system capable to produce electricity, purify water and produce cold and ice with photovoltaic energy. And this is done with containers. We have one container which is the power station, so all the PV panels go inside with the battery and all the power conditioning system, no? And when you go to the place, maybe a refugee camp or a place where they're affected by a natural disaster, we deploy the PV and in 2 hours we can have a complete grid for electricity supply, then also for water purification, another container, for ice and for cold production. So you can have a kind of basic energy service mounted in 2 hours. Okay. And everything with renewable energy. Can this system produce even more energy than the rest of the system needs? So do you have plus energy for laptops or I don't know, medical devices? Yes. This system is able to produce, to have approximately 20 to 25 kilowatt. And we have also battery to power a hospital or to power a refugee camp. In the water, we have a unit that condenses the atmospheric content of the water and make it liquid. Okay. So the system is capable to produce up to 1,000 liters of water per day just from the atmosphere. Okay, and what is the humidity you need? You need a minimum 25 to 30% humidity. Okay, but in optimal condition? If you have 70%, 80%, you will be able to catch up to 1,000 liters per day. Wow, which is enough for a couple of hundreds people, or? Yeah, at least for an emergency situation.